Már ennyi az idő? Na, akkor egy pillanat is jövök. Na, ugye megmondtam, és hogy minek jött el az ideje? vendégeim a keresztmetszetről mesélnek. Már nem erről, hanem arról az igaziról. Arról, ami képes mindent megváltoztatni. Elmondják, hogy milyen volt az élet előtte, és hogy milyen azóta. Hogy valóságosan mennyi mindent képes felülírni, az a bizonyos meccéspont. És hogy mi ez a meccéspont? Nem micsoda, hanem kicsoda. Ő Jézus Krisztus. Mellesleg igen, a műsor is róla kapta a címét, de most mennem kell, mert kezdődik a keresztmetszet. Köszöntöm a keresztmetszet nézőit ma is. Tudják, az előző adásban Tőtös Jánossal beszélgettem, a csopperes, porcipős <laughs> pásztorral, aki nem pont olyan, amilyennek elképzeljük a lelkészeket, a papokat és a pásztorokat, de lelkész családba született, és hát ugye mi sem egyszerűbb, mint egy lelkész családból felnőni és lelkészként élni az életünket. Hát pont erről beszélgettünk, hogy ez nem egészen így van, hiszen az ő útja egészen a börtönig vezetett. És ebben a börtönben, a börtöncellához látogató érkezett egy asszony, aki Bibliát hozott neki. Ő pedig prédikált ebből a Bibliából. Nemcsak a Bibliának, hanem az asszonynak is fontos szerepe lett János életében, hiszen az asszonynak volt és van is egy lánya, aki ma itt ül velem szemben. És ő nem más, mint János felesége, Töltös Mária. Szervusz Csabi, szia! Igen, itt kezdődik a történeted. Vagy ennél sokkal korábban? Hát nyilván a személyes megtérésem, meg a a, a, az egész a, a, élettörténetem, nekem is, a fogantatástól, meg az Isten tervétől kezdődik, az ő lehelletétől, ami bennem van. A, tehát természetesen azért sokkal mélyebbre nyúlik vissza, de a közös sztorink a, a Janival, a, alapjából igen. Azért előtte már láttuk egymást párszor, mert a apukám vezette a Szabkert Gyülibe az erdélyi kört, ez egy külön erdélyi gyülekezet volt, öt évig, 150-200 erdélyi járt, ez a 90-es évek eleje volt amikor sok erdély jött át, én akkor 9-10 éves voltam, tehát egy kislány, és így cseperedtem, föl itt cseperedtem, for itt a tinédzser éveim, és az apukám szervezett srácoknak, úgyhogy én a Janit azért ott láttam először a focin, és nem volt szimpatikus. Úgyhogy tényleg az ezt Istent tervezte, meg hogy utána jött a szerelem, az Isten szerinti olyan szeretet, amit még egy életen át tart és élő. Érdekes akkor ez így a családotokra a jellemző, mert Jani olyasmit csinál most, amit nem akart soha. Te pedig férhez mentél valakihez, aki nem volt szimpatikus egyáltalán. Először, először, igen. Engem, ami a történetben foglalkoztat, és vele ide nem lyukadtunk ki, hogy hogy került édesanyád a látogatók közé? Miért ment el hozzá? Milyen kapcsolat volt akkor köztük? Hát egy picit szomorú a sztori, olyan szempontból, hogy 94-ben, amikor én már 16 éves voltam, akkor az édesapám meghalt egy autóbalesetben, és anyukám mindig a szívén hordta, meg ez rám is jellemző, nagyon kapcsolatot tartok, meg szeretek így az embereknek segíteni, ha tudok. Ugyanilyen anyukám is, és mivel ő volt a vezető, a és a szüleim is, ugyanúgy, mint mi is Janival együtt szolgálunk, együtt csináljuk a missziót. Ez az ez anyukám és apukámra is egy nagyon jó példa volt, amit, amit hozok, és anyukám számon tartotta főleg a srácokat, hogy mi van velük, mondjuk a családokat is, de hogy Emlékszem, hogy nem nagyon telt el úgy hét, hogy valaki ne vacsorázott volna nálunk, vagy jöttek filmet nézni, én nem tudom a Benhurt hányszor láttuk, meg a, a, a Nicky Krúznak az életét fogalmam nincs nagyon sokszor, meg vacsorát adott. És lényeg az egész, hogy egyik sráctól tudtuk meg, tudta ő meg, hogy a, a Jani börtönbe került. És, és mivel a, a szülei nagyon messze voltak, meg hát alapjáraton mondom ő, ilyen barátságos ember a, anyukám, így bement hozzá a börtönbe és tartotta a kapcsolatot vele. És te akkor hogy gondoltál Janira? Akkor már szimpatikus volt, vagy még mindig nem? Hát ő a börtönbe volt, én azt se tudtam, hogy ki a Jani, tehát én így látásból ismertem, mm -hmm. előzőleg életemben kétszer láttam, tehát hogy úgy annyira azt se tudtam, hogy neki lelkipásztor az apukája, anyukája, nem tudtam semmit róla, anyukám járt be hozzá, nem én. Hogy lett ebből házasság és gyermeke? <laughs> wow! Hát úgy lett belőle házasság, hogy amikor kijött, akkor a bátyám pont Amerikába volt, ugye egy nagyon kedves családhoz én is kimehettem tanulni egy évre, bár maradhattam volna tovább. De hogy pont a, a bátyámnak ugye a félszobája üres volt, és akkor a Jani oda költözött. És én dolgoztam, és készültem, hogy megyek én is Amerikába, ami be is következett, viszont az előtt, pont mielőtt kimentem, előtte pár nappal kezdtünk így komolyanban beszélgetni, és egy évvel. Uh, egy évig leveleztünk, és utána jöttem hozzá. Uh, ugye amikor uh, megismerkedtünk, úgymond, vagy kezdtem megismerni, így rájöttem, hogy azért annyira nem beképzelt, mert ugye ilyen nagyon beképzelt srácnak tűnt, meg ilyen nagyon okoskodó. Uh, közben nem okoskodó, hanem bölcs és okos, <laughs> és, uh, és nagyon szeretem ezt a tulajdonságát, és tényleg átélhetjük azt, hogy kiegészítjük egymást. Csak akkor ismerkedtem meg a szüleivel, akkor kiderült, hogy ők mekkora idézőbe, mekkora baptisták. Nekem ez egy identitás nehézséget jelentett, mert ugye a szülei azt mondták, hogy alig várják, hogy hazavigyék Erdélybe, hogy találjanak neki egy jó baptista lányt. Nyilván akkor még semmi nem volt köztünk, de ez a mondat úgy besült a memóriámba, és ugye tavaly nyáron derült ki, hogy egyébként nekem is ugye öt generációs felmenőim vannak, baptisták, ez nem csak a szabkertben. És Akkor nekem, nem, nekem ez egy identitás, egy, egy helyreállás volt, hogy, hogy nincs velem baj, és nem ezen múlik, hogy én ki vagyok, hanem az, hogy Krisztusban ki vagyok. Ez De azért mégis mégiscsak összejött, meg lehet neki a legalábbis a baptista felmenőkkel rendelkező lány. Hát igen, <laughs> aztán kapott egy karizmatikus csajszit, de, de végülis, hát mézes Laci bácsi adott össze bennünket, ugye a Szabad Keresztény 98-ban házasodtunk. Ugye hazajöttem Amerikából, akkor így kapásba egybe szakítottam vele. Hát bizonyos életvitelek nem egyformák, ugye amikor nagyon mélységről jön valaki, nem tud mindent félretenni, meg ugye, mint mondtam, mi teljesen másképpen éltük meg a hitünket mint a, a Jani családja. A Jani családja egy sokkal vallásosabb szabályok betartásával élt, míg mi sokkal inkább, ahogy anyukám ment börtönbe, tehát szó szerint az életünk volt a pecsét, én legalábbis úgy gondolom, hogy megéljük a, a hitünket, nem csak beszélünk róla, hanem, hanem szó szerint tesszük, meg tényleg nyitva volt mindig az otthonunk ajtaja. Egy picit más más vallást mutatott az én családom, mint az övé. A egyik sem jobb vagy rosszabb, nekünk ettől meg kellett tudni szabadulni mind a két mintától, és ki kellett alakuljon bennünk az a hit, amit Isten szeretné, hogy mi képviseljünk, éljünk a saját kapcsolatunk Istennel. Na, és talán itt ennek pontot is tehetünk a végére, Szuper. és a kedves nézőknek mondom, hogy ha valakit a kapcsolatuk érdekelne, a tőtős házaspár kapcsolata, akkor a Love ők vendégeskedtek már Gere Jócónál és Gere Lillánál, és a történetük az megnézhető, meghallgatható volt. Itt viszont a téma te vagy. És te nem egy szimpla idézőjelesen szimpla szolgáló feleség vagy, tehát nem val egy szolgálónak a felesége, hanem te magad is szolgálsz, teljes értékű szolgáló vagy. Így éled az életedet. Hogy indul a te történeted? Hát az én történetem úgy indul, hogy, hogy hála az úrnak nagyon nagy kegyelembe volt részem, öt évesen, akkor a dicsi volt otthon, hogy így betöltött a Szent Szellem, és nyelveken énekeltem öt éves koromban, és egészen onnantól kezdve azt éreztem mindig, hogy Isten így mellettem van, és, és mindenen segít, tehát, hogy bármihez nyúltam, Siker így látszólag egy csomó nehézsége volt a családnak, de mégis minden sikerült, minden <laughs> mindenért imádkoztam mindig egész életemben. Viszont a maga a szolgáló élet, ha úgy tetszik, az, az, úgy indult, hogy keresztúron bekerültünk egy gyülekezet plántálásba, és az ottani plántáló így látta, hogy ugye játszóházat szerveztem gyerekeknek, én még annó a reménység magjaihoz jártam, akkor még a Prekop Erna, meg az István tanított, meg a Békere hát ez, ennek már 20 éve, és én akkor szerveztem játszóházakat, gyerekeknek, hitetlen gyerekeknek meg volt hirdet, és jöttek is, és akkor lényeg az egészben, hogy vecsésre költöztünk, és volt egy turkálom, és a turiba beszélgettem az egyik hölgye, hogy milyen kár, hogy nincs ez vecsésen, és akkor indítottunk vecsésen egy látást, ugye Jani is kapott egy külön elhívást, erre is én is, és, és így indult a szolgálatom, először gyerekmunkásként, viszont tudtuk, hogy ha sok gyereket fogunk elérni, akkor nők is fognak, anyukák is fognak jönni. És én még Amerikában láttam annyira a, tévébe vasalás közben a foltvarást, és ez nekem annyira megtetszett, és arra nem volt pénzünk, viszont nagyon sok maradékanyagunk volt, és ezt, ezt el tudjuk indítani. Na és képzeld el, hogy tényleg jöttek a nők. És viszont akkor 27 voltam, és mondtam, én erre nem vagyok alkalmas, hogy tanítsak, mert ugye a játszóházban is mindig volt egy központi téma, azt, azt, végigcsináltam, meg játékokat szerveztem körbe, tehát volt egy csapat rá, tehát az nagyon jól ment. Viszont a női misszió, tehát én még nem vagyok elég idős nem vagyok elég élet, viszont képzeld, hogy az történt, hogy a hölgy, aki megígérte, hogy majd jön nekem tanítani, sorozatba egyszer azért nem jött, mert dugóba került az m Utána valami más közben, tehát sorozatban nem jött az a hölgy, aki nekem megígérte, hogy ő viszi a lelki részét, én csak felkészülök a kreatívra. Úgyhogy Isten rákényszerített, hogy nekem kellett tartanom a lelki részt is. Úgyhogy Isten megajándékozott azzal, hogy, hogy ami bennem volt. Először ilyen nagyon egyszerűen osztottam meg így üzeneteket, vagy az életemet, utána már tudatosan készültem egy kisebb prédikációkkal végül is. Na két dolog. Az egyik az, hogy alkalmatlan voltál a tanításra. Én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon jó alapanyag ahhoz, hogy valaki jó tanítóvá váljon. A másik pedig, hogy hát az asszonyok ne tanítsanak a gyülekezetekben. Hányszor kaptad ezt meg életed során? Um. Annyit kell tudni, hogy én mindig a, a tanítottam először nőket, ugye, meg, vagy készít adventi koszorút, volt egy 120 nő jött el, akkor csinálok táborokat, most is lesz egy háromnapos táborom, most viszony, most csak 24-en lesznek, de volt, hogy 70-en, akkor volt nagy helyünk, most kicsi helyünk van, de, hogy, hogy először így, de szeptembertől már én is úgy felváltva prédikálunk Janival, nagyon érdekes, mert képzeld el, hogy ezt most nem kaptam meg. Tehát még régen, idézőjelben így meghúztam magam, hogy csak a nők meg ugye a férjem, az mindig a, ő a tekintély, és ő alatta vagyok, természetesen, ő fedez be engem, de hogy olyan szempontból, hogy régen mindig csak a nők, és ez, ez valahogy így kinőtte magát, és itt a jelenben meg nem vagyunk olyan sokan a szolgálói csapatba. Uh, és én ezt szívesen teszem. Én amit csinálsz. Igen, és, és, egyébként a válasz a kérdése, tehát, hogy hála az úrnak, ez biztos Isten vétem, egy borzasztó érzékeny hölgy vagyok, bár nagyon sokan kívül egy nagyon kemény, erős nőnek látnak, de nagyon rosszul esne, és biztos, hogy egyszer meg fogom kapni, vagy, vagy valami, tehát, hogy valakit az, az ördög majd küld ezzel az üzenettel, viszont ami, ne, ez nekem is harcom volt, mert én is olvasom a Bibliát, és én is ismerem az igét, és minden betűjét Szeretném az életemre, hogyha Isten megengedi. Viszont ez nagyon érdekes, hogy én magamnak kellett először ezt megválaszoljam. Tehát nem másnak, hála az úrnak, hanem magamnak. És hogy én azt fedeztem föl, de nem tudom te, hogy vagy vele, Csabi, hogy, hogy nincs a Bibliában női ajándék vagy férfi ajándék. És itt ebbe a környezetben Janival is beszélgettünk egyébként erről hiszen ő fedez be engem. Tehát, hogy, hogy ebbe a környezetben valószínűleg azért, hogy a nők nem tanultak, és ez az adott környezet, mint ahogy a Bibliában egy csomó szabály, egy csomó ilyen dolog azért van, mert hogy az adott környezetbe vonatkozik. És szomorú, hogy ugye ugyanúgy, mint sajnos ezt a gyerekek fegyítését is, tehát ez ugyanaz a kategória, hogy, hogy a botot <laughs> ne vonjuk meg, tehát hogy valamiért pont a vallásos környezet ezt a két szabályt borzasztóan betartja. Én személy szerint úgy vagyok ezzel az egésszel, hogyha nem volnának azok a női szolgálók, akik most vannak, akkor nem tudjuk, hogy mennyi hívőt veszítenénk el azzal, hogy nem lettek hívők. Mert hogy ezeknek az embereknek a szavára tértek meg. És Amen. én teljesen biztos vagyok abban, hogy minden egyes elhívott ige hirdető azért van elhívva, mert a hallgatósága már vár rá. Amen. És el van küldve azért, hogy meghallhassák őt rajta keresztül az Istent. Ezért én úgy gondolom, hogy ha valaki fel van szólítva a, a szolgálatra, annak jó oka van az Isten felől. Igen, 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 igen de te híve vagy ezen kívül a mennyei matematikának is, ahol a kettő egyenlő az egyel. Mármit mire gondolsz? A kettő egyenlő egy misszió. Ja, Hábeti a házas Jocská misszióra Jó, én is erre Igen. gondoltam. Azt hittem az üzletre, ma van, van egy üzletünk is, és az is maták. De akkor a kettő egyenlő egy. egy. Igenis szeptemberben fogunk, ha az úr is úgy akarja, most fogunk majd készíteni egy promó rövid kis anyagot hozzá. Szeptemberben szeretnénk a jelenbe indítani házas kurzust, ahova hat házas párt imádkozunk, hogy Isten készítse őket is, és bennünket is az élő üzenettel. Nagyon szeretjük a házas kúzus, nekünk az életünkben már kilenc évvel ezelőtt nagyon sokat adott, de ugyanakkor más utakat is még be kellett járjunk az utolsó egy-két évbe, ami, amilyen nagyon hálás vagyok, és semmilyen nem cserélném el. Nemrég beszélgettem egy házaspárral, és ajánlottam nekik, hogy menjenek el házas kurzusra, mire a válasz, hát nehogy már nekem házas kurzusra <laughs> kelljen járnom. <laughs> Az embertől, hogyha ráadásul még lelkész is, elvárják, hogy minta legyen, és a házassága is minta legyen. Vannak-e problémák egy, egy lelkész, vagyis két lelkész házasságában? Lehetnek-e problémák, vagy az biztos, hogy az ördögtől való az a házasság, ahol lelkészek vannak a házasságban, de mégis probléma van? Mm. Mi nagyon hiszünk, és azért is mentünk erre a kurzusra, és ezért is indút, indítjuk ezt a kurzust, hogy nagyon hiszünk a megelőzésben. Tehát, hogy uh, ugye az ima harca, ha az ott van az életünkben, azért sok mindentől megvéd, uh, vagy a befezez, befedettség a férjem által, stb. Tehát nagyon-nagyon sok mindent meg tud védeni, és ezért jó a házas anyag is, mert hogy evel, tehát nem, nem, csak olyan házas párokat várunk, aki éppen a vállás szélén van, vagy akár el is váltak, ilyen is van, hogy már elvált, elvégezte a kurzust, és újra összeházasodtak. Tehát rengeteg csodasztori van, tehát hogy az Isten csodája ebben a módon is meg akar valósulni most is az emberek életébe, hogy akár újra egymásra találjanak, vagy a szeretet olyan magas legyen, ami Istennél ugye nincs vége, tehát ez meg tud valósulni egy házasságban, viszont sajnos a gonosz is be tud lopakodni, nyilván ezekhez olyan életvitel kell esetleg, hogy ajtókat nyitunk, akár bűnnel, akár olyan korszellemmel, amit elfogadunk keresztényként, holott a Biblia esetleg mást ír, de mégis ezzel egy kaput nyitunk az ördögnek, és lehet, hogy nincs nyilvános bűn az életünkben, de mégis, hogyha nem ragaszkodunk a Biblia igazságához és a személyes kapcsolatunkhoz Istennel, akkor simán nagyon rossz lehet a házasságunk, nem titok, tavaly többször volt, hogy elválunk én elköltöztem otthonról. Lelkészként. Igen. Megesett, hogy fel akartátok bontani azt a szövetséget, Igen. amiről azt mondja a Biblia, hogy a szent és sérthetetlen és a halálig tart. Hogy tud valaki eljutni ide, és honnan tud innen bekövetkezni az, hogy ez a házasság, mert én úgy látom, hogy most világzik az előbb. Abszolút. Találkoztatok soha, és soha jobb. Ölelés és minden és úgy látszik, hogy van a, a sötét után is valami világos. Hát lett egy új évfordulónk, 2024. március 20-a, és, és, és kimerem jelenteni, hogy nekünk most kellett volna összeházasodnunk, sőt, sokkal olyan férjet kaptam, akit mindig is szerettem volna Istentől. Tehát ez nagyon, nagyon érdekes. Ugye tavaly áprilisban volt az, amikor én azt mondtam, hogy hogy én nem szeretnék tovább. Hát, ha úgy tetszik, egy vallást, de ez mindenkinél van ilyen, az, hogy ezt felvállalja, nem? Mi fölvállal? én fölvállalom, hogy egy, egy részét az életemnek, pont ezért, mert ez a megfelelés, hogy vezetőcsalád, sajnos ugye a gyerekeinkre is ez, ez, ez kiterjedt, nem vagyok rá büszke, de, de ezt nem bűn megmondani, és nem, nem szégyen a bűnt bűnnek nevezni, sőt, akkor tud elmenni, hogyha felismerjük. Szóval tavaly áprilisban volt az, hogy én kiálltam, és mondtam, hogy én nem, nem szeretnék tovább. Ugye én nagyon sokszor Éjszaka arra keltem, hogy azt hallom magamba, hogy ne szomorítsam meg a bennem lakozó szent szellemet. Ez körülbelül egy hét évig. Uh, minden második, harmadik éjszaka ezt hallottam magamba. És mit üzentez neked? Hogy fordítottad magadban? Hát úgy fordítottam magamba, hogy tavaly áprilisban a, azt mondtam, hogy nincs tovább, én csak a Bibliához fogok ragaszkodni. Vettem egy jegygyűrű Istennek, gyémánt egyébként, <laughs> Nem apróztam el, nem apróztam el, vettem egy gyönyörű gyeget, gyűrűt Istennek, és, és, és mondtam jani mondom, hogy ez, ez az út, kész, és minden mást kidobunk. A házasságot jól értem, hogy a hét a év üzenete az volt, hogy a... a, a Házasságod, én, az én megszomorította életem, a az Én életem, életem, életem nagyon sokszor kettős életet éltem, mert ehhez hozzászoktam az évek. Ha egy olyan családból jössz, ahol nem kettős, hanem háromas életet élsz, még én, én nem ezt hoztam, de egy idő után ennyi év alatt ha akarod, ha nem, ha egy olyan környezet vagy elkezdesz hasonlítani a másik ember. Mert ugye Jani, a, itt hát előtted mondta, hogy ő viszont egy ilyen környezetben érkezett. Igen. Hogy neki elfogadott több volt, nem, volt. nem elfogadott, elvált volt. És akkor te az évek során de hozzá csiszolódtál, de nyilván ő is hozzá, tehát te is Igen, formáltad Háládulnak. <laughs> 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 Meg hogy, hogy Isten kezd, de ezek után nem egymást formáltuk, hanem Isten kezdett el formálni bennünket. Mert És ez hogy a legjobb. Mind a Mert hogy hozzáfordultunk. Ugye hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és ott vagy angyalokat rendelmelénk az úr. És hát mikor van a legnagyobb nyomorúságban az ember, amikor saját kínját éli meg? Egy olyan életet élsz, amit senkinek nem kívánnál, főleg nem, mert hogy magunknak mindig jót akarunk, ugye? Úgyhogy én, 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 én is tehez fordultam, és bejött. <laughs> Úgyhogy nagyon örülök neki. A gyerekeitek már nagyok? Igen, 20 -24 nyilvános volt ez? Hogy... Tippeltek. A lányunk szerint anyáig biztos el fognak válni, a fiunk azt mondta, hogy, hogy rendbe fogják hozni. Nyilvánvaló volt, természetes. Hát amikor négy fal közt vagy, ott nincsenek titkok. Mi azt gondoljuk, amíg kicsik, hogy ott, de nem. A gyerek mindent érez. Ez így igaz. <laughs> És ez még egy plusz nyomás rád hogy tudod, hogy ő mindent érez. Igen, de ugyanakkor meg nekem is az, arra, az már egy 5-6 éve volt az, hogy elengedtem a gyerekeimet. Mondjuk most nagyon hálás vagyok Istennek, hogy pár hete Jani így rájött, hogy az atyai áldás mennyire fontos, úgyhogy ebbe is az atyai áldás meg. Én elváltam, elvágtam a köldögzsinót, de körülbelül 5-6 éve volt az, hogy így nagyon magam alatt voltam pont a gyerekeim miatt, de hát akkor már ilyen fiatal felnőttek voltak. Találkoztam valakivel, és a, anya, anyukám egyik legjobb barátnőjével, és azt mondta nekem, hogy ő megtanulta, hogy ő Istennek adja a gyerekeit, kellett adja. Hmm. Úgyhogy én Istennek adtam, hogy 5-6 évvel ezelőtt a gyerekeimet. Nyilván a, a nagyon sok ima, nagyon sok izgulás, de már nem az aggódás, hanem, hanem ilyen szurkolás. Tehát átment a, az aggódás egyfajta ilyen tudatos, főleg most, hogy így ennyire közel lettünk újra Istenhez, egy teljesen más kapcsolatot élünk meg a házasságunkban is, a gyülekezet is, a családi életünkben is, és sokkal több igét vallok meg a saját életemre, tehát meg a gyerekeim életére, tehát így imádkozunk. Téged hallgatva az jutott eszembe, hogy rosszul közelítjük meg az Ábrahámi zsák történetet. Ő is Istennek adta a gyermekét. Hmm és Isten pedig önmaga gyermekét a világnak adta. És ez egy csoda. Igen. És gondolj vele, hogy mennyi elvárás van a szülőkben, hogy milyen iskolát végezze, hiszen látjuk kicsikorukat, milyen tehetséges ebbe, abba, amabba, ezért viszem ide, oda, amoda, és van egy csomó elvárás szegény gyerek e, iránt, és ha belegondolsz abba, hogy mi hogy lettünk hívők, hát Isten úgy fogadott bennünket, ahogy vagyunk. Mindenféle elvárás nélkül, sőt, az alkalmatlanokat tette alkalmassá. Tehát nem, as, nem is azt nézte, hogy én mit kaptam, hanem azt, hogy ami nincs, ő azt akarja megadni. Míg én pont fordítva közelítem meg a gyereket. Úgyhogy én e, ez, ezt na, hát meg egy 5-6 évvel ezelőtt értettem meg, ez engem akkor felszabadított, de hogy ez most még, még tudatosabb lett, úgyhogy nagyon hálás vagyok Istennek. És gondolom, ez javítja minőségét is a kapcsolatotoknak, a gyermekekkel? Ö, nem gyerekek, felnőttek. Hát igen, de e, nekünk mindig, mindig jó azok. jó volt a kapcsolat. Valahogy ezt, ezt, e, nekem nagyon jó volt anyukámmal és apukámmal is a kapcsolatunk. Nagyon szeretetteljes otthonban nőtt, nőttem föl, sok minden hiányzott, soha nem éheztünk. Soha nem éreztem, hogy hiányzik, csak most, hogy van egy csomó mindenünk, így látom, hogy nekem minden volt, de ugyanakkor meg soha nem éreztem, hogy hiányozna valami. És anyukámmal, apukámmal nagyon jó volt a kapcsolatom, úgyhogy én, én mindig az, azért, azért nagyon imádkoztam, meg próbáltam tenni is, hogy közel legyek a gyerekekhez. Nagyon érdekes ez, hogy mennyire más környezetből érkeztetek, mm. mennyire más személyiség mind a kettőtök, és mégis összetudtatok érni, és azt látom, hogy most mind a ketten nagyon boldogok vagytok a másik mellett, és az Úr miatt természetesen ez így van, de nőként egy házasságban benne élni úgy, hogy neked Biblia alapú az életed, az Isten szabad szent, hiszen ő maga is szent számodra, és azt mondod, hogy az asszonynak feje a férfiú, és azt látom, hogy nálad ez nagyon fontos is hogyan tudja a házasságában egy nő érvényesíteni az akaratát úgy, hogy közben végig megélje azt, hogy az asszonynak feje a férfiú, hiszen hát nem rabszolga lettél, hanem oldalbordája volt Éva is Ádámnak, társa vagy mm. Jaminak. Nagyon jó kérdés, és ez, én sokat formálódtam az évek alatt. Ugye van az a mondás, biztos ismert, hogy a tiszteletet nem lehet kikövetelni és ugye azért abba egyetérthetünk, mert pont egy férfi ül velem szemben, egy nő vele sokkal jobban megbeszélni. <laughs> Köszönöm szépen! <laughs> hogy, hogy ez tényleg jönnie kell, és hogy egyébként meg milyen férfi példák vannak. Tehát milyen férfi kép van, milyen apakép van, hogy hogy vállalják fel az, az, otthonvezetését, otthon a családvezetését, Tehát, hogy, hogy mennyit csalódik, bocsánat, egy keresztény nő, de még egy nem keresztény is, magába a férfiba, hiszen lesz gyereke, nem tudom hány század most a vállási ráta, de nagyon sokszor, amikor már jön egy kis probléma, mi a megoldás férfi lelép. Szóval, hogy, hogy, nagyon rossz apaképek, nagyon sok családban nincs jelen az apa. És akkor ez az egy dolog, hogy mit olvasol a Bibliába, és egy másik, és azt gondolod, hogy egy keresztény férfi ezt majd neked meg fogja adni, vagy teljesíti, vagy nem, de ezt egyedül Isten tudja egyébként neked megadni de hogy, és képzeld el, hogy te be hiszel, meg, és, és mégse azt kapod. Ezt mondom, hogy most kellett volna mi összeházasodjunk, mert most vagyunk ott, hogy, hogy tényleg én is hitben meghoztam azt a döntést, hogy Istennek átadtam a, a, férjemet is, nem csak a gyerekeimet, és Jani is azt mondja, hogy teljesen másképpen éli meg, hogy én más tiszteletet adok neki. De ezt Isten végezte el. Ugye nem titok, hogy elég nagy mélységeket jártunk be, mint ahogy, ahogy mondtam. És uh, uh, hát ugye kezdődött a, a, az egyik gyerekünknek az életével, uh, és akkor családterápián is jártunk, pszichiátrián, pszichológusnál, keresztény pszichiáternél, és én abszolút nyitott voltam, nekem nincs titkolni és én nagyon vártam azt, hogy végre ez begyógyuljon, mert én rátámaszkodtam az Isten ígéreteire, ez nem lehet más. Tehát és kész, és pont, és, 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 és ez az megmásítható, ez az biztos pont az életemben. És, és akkor decemberben hoztuk meg azt a döntést, hogy ez a sok szakember után, sok év után semmi változás, nincs javulás. Képzeld el, hogy jársz egyik szakembertől a másikig, látod a gyerekeidet, ez tök jó, hogy van javulás, de hogy nekünk viszont valamilyen nem volt javulás. Ez nagyon érdekes volt. És, és, valaki felvetette a szabadító szolgálatnak az ötletét, és, de ne úgy képzeld, hogy akkor elmegyünk, és akkor ilyen nagyon barmár módon nekünk állnak ezt neki hanem mint egy életfeltárás, így végigmentünk a gyerekkortól, és hogy olyan belépési pontokat mm, kerestünk az életünkbe, ahol mi is nyitottunk ajtót a bűn által, vagy, vagy családi örökletesség által, uh, nyitottunk ilyen ajtókat az életünkbe. Uh, és, és ezeket föltártuk és utána lett imar, és fantasztikus volt, és azóta van egyébként áttörés az életünkben, és megtanultam hitben látni. Tehát, ahogy mondtam, hogy az elején, hogy Janis hozott egy vallásos szellemképet, és én is hoztam egy vallásos képet a családomtól. De egyik se volt jó. Uh, és, és, el kellett jussunk arra a pontra, hogy nekünk személyesen Isten fogadni kijelentést, hogy nekünk személyesen milyen életünk kell legyen, és ez nem támaszkodhat semmilyen tanult vallási példára. És nekem nagyon biblikus volt, amit mondtál, de, de, elmondom, hogy miért, ugye, és még jobban fogsz rajta nevetni. Mert hogy Isten szólt ö, az izraelitáknak, hogy foglaljátok el Kánán földjét, ők pedig elfoglalták. Azt mondod, hogy Elmentünk, feltártuk, és most jó, hát azért ez nem ennyi. Hát az elfoglalás egy... az egy hosszú út mm -hmm. volt, és a feltárás az én szerintem nem egy egyszerű dolog. Hát én pusztába éreztem magam. Negy ugye az Izrael is 40 évig <laughs> ment a pusztába, és ugye ahogy Illés is, akár a barlangba, és már ő is egyébként a halálát kívánta. Egyébként ott a halálszellem. Tehát, hogy, hogy, én is ott tartottam már. Sajnos én is kívántam azt, hogy nem szeretnék már élni. Úgyhogy ezért külön lett imádkozva, hogy, hogy a halálszellemétől ilyen módon megszabaduljak. Ugye én nagyon hálás vagyok tényleg ezekért, és ez elég egyébként egyszerű. Tehát, hogy, Maga ha, a feltárás útja az egyszerű? Nem, hát mondjuk jó szakemberhez kerültünk. De <laughs> Tehát, ez hogy, tőletek is egy nagy meló, nem? igen, de szívesen tettük. Hát amikor már nincs más lehetőséged, és milyen kár, hogy nem korábban fordulsz Istenhez, és nem akkor, amikor már nincs más lehetőséged, már mint ilyen módon, hogy tényleg ő most is élő és ható és gyógyít, és nem csak a, a, a testi betegségeinket, hanem a lelki betegségeinket is, és nem szeretné, hogy láncok alatt éljünk, úgyhogy ez szuper. Figyelj, én erről a dekár, hogy nem korábban történtről azt gondolom, hogy a te megélt völgyed, az lehet másnak prevenció az életében. Halleluja! Legyen így. Legyen így. Anyaként, feleségként és nőként élni, ez nem feltétlenül ugyanazt jelenti. Mi a helyzet a benned élő nővel, aki nem a Jani felesége és nem a gyermekek édesanyja? Mivel ugye van saját szakmám, bár együtt tűzzük, mert ugye közös a konyha stúdió, de ugye a lakberendezést külön szoktam vállalni, akkor ha úgy tetszik, a, van a foltvarrás misszió, amit egyedül csinálok, vagy a, voltam hét évig a női misszióban, a baptista országosban, a, tehát, hogy az elég sok mindent egyedül csinálok, végzek az életemben, és maga a női elség, mivel hogy nagyon, ugye apukám meghalt, nagyon korán fel kellett nőjek, ugye kilenc évesen hoztak a szüleim politikai menekültként Erdélyből, öt évesen emlékszem, hogy házkutatás volt, apukámat verték a miatt, Tehát, ha úgy tetszik, nem nagyon volt gyerekkorom. Tehát egy erős Nő vagyok, azt mondta a lányom, hogy nálam erősebb nőt még nem ismert, ami nagyon nehéz teher egyébként, hogy mégis Isten előtt lehessek egy egyszerű törék egy nő. Úgyhogy én pont ezért küzdök, hogy hogy ne a gondolati megoldások, ne olyan sémák jöjjenek elő, amit már tudok, hogy hogy kell megcsinálni, hanem és a női nőiességemet megélni, mert én ki tudom, taposni, ki tudom harcolni, végig tudom csinálni. Nagyon kevés dolog van, amit ha szeretnék, akkor emberileg is ne érném el. Viszont nem ezt szeretném, hanem azt szeretném, hogy Isten mit rajzol ki a nőiességemből, és pont ezért ragaszkodom ahhoz, hogy a férjem befedezzen, és én így szeretném élni az életemet, amíg Isten akarja, amíg van a férjem, hogy én ennek a a lazaságába, ennek a, a felszabadító érzésébe ússzak. Tehát, hogy, hogy, ennyire, na, rengeteget imádkozunk tényleg, tehát napi szinten, nagyon-nagyon sokat, tehát mindent Isten elé viszünk. tehát tényleg teljesen megváltozott az életünk, tehát élő és ható. Mert hogy az ima megváltoztatja az ember életét? Hát igen, csak nem mindegy, hogy milyen ima. Milyen ima? <laughs> hát a Szent Szelemtől való ima, az nyilván az egy pecsét, de hogy tényleg azon veszed észre magad, hogy nem is azt mondod, amit szeretnél, hanem azt mondod, amit, amit kell mondani. Tehát, hogy, hogy ugye, aki először indul el ilyen úton, az a nagyon jó gyakorlás, hogy Biblia verseket kezdjen el megvalani, vagy tanulmányozni a Bibliát, hogy az adott témában mit tanít, de nekünk, aki már idézze, fekete feketejöves, Biblia ismerő ember, végre használjuk a tudásunkat. Tehát, hogy sokkal tudatosabban imádkozunk egy-egy dologért, és, és múlt héten is volt kettő olyan dolog, amiért, hát imádkozunk, de nem sok, hát ez tényleg, ez lehetetlen, hogy ez megoldódj, és sikerült. Tehát Isten megadta. Tehát, hogy vannak dolgok, amik elkezdünk imádkozni, és és azt gondoljuk, hogy nem, de valahogy Isten mégis át tudja fordítani. Hát ugye azt írja a Biblia, hogy ö, ö, nagy hatalmasságok ellen van harcunk, ugye szellemig ellen, és épp a múlt héten értettem meg, és pont ebből fogok tanítani most vasárnap, és nekem nagyon tetszik ugye, hogy mi van a nyelvünkben, és, és hogy használjuk, az is ott van az igében, és még az Ószövetségben van. Csak hogy, hogy Dávid egy kis kavicsal legyőzött egy nagy góliátot, és nekünk a kis kavics az az ige. És ha az a, az a kavics a szent szellemmel, és megcélozzuk azt a, azt a bajt, akkor legyőzhetünk nem góliátot, hanem szellemi hatalmasságokat. És ez annyira tetszett, hogy, hogy tényleg nekünk, nekünk nincs más, nincs más, ez a szent szellemmel kimondott igék. És azok, hogyha élő, az betalál abba a helyzetbe, abba a nagy hatalmasságba, és ezzel tudunk csak lerombolni. Filmek, a férjed kapcsán is feljöttek a hollywoodi filmek, de itt is fel kell, hogy hozzam, hogy filmek foglalkoznak azzal, keresztény filmek, hogy amikor tönkre megy egy házasság, és az egyik fél elkezd a másikért imádkozni, akkor csodák tudnak létrejönni, és a másik beáll mellé. Valóságosan ez volna a kulcs? Ennyi a kulcs? Hívd be Istent a házasságodba, és Istennek egyén, egyénileg is, te is, hívd be a férjedet a te esetedben, aztán éljetek együtt az Istennek, és megoldódnak a házas problémák? Hát Isten a szívek vizsgálója, az természetes, úgyhogy előtte tök fölösleges eljátszuk azt, hogy na, akkor imádkozunk, és ilyen, hogy lásd, hogy én is hívő vagyok, vagy, vagy, egy, vagy lenyomok egy imát, mert vallásos vagyok, vagy, vagy ha nem is vallásos vagyok, mert ehhez szoktunk, de szokásból is lehet akár imádkozni, vagy azért imádkozok, mert milyen szépen tudok fogalmazni, tehát, hogy sok mindenért lehet imádkozni, én legalábbis az évek alatt ilyen dolgokra jöttem rá, de megint már Más az az ima, amikor össze vagy törve és teljesen kiszolgáltatod magad Istennek. Nyilván ez nem szeretném így magamat fényezni, nehogy félre is, de hogy tavaly áprilisban ez, ebbe az esetben most velem kezdődött el, de hiszem azt, hogy Jani is imádkozott végig, csak mivel voltak dolgok az életünkben, nekem például két átok volt még az életemben, amit, amit azért nem, tehát egy csomó minden, egy, egyébként kívülre egy marha sikeres emberek vagyunk, mint hogy mondtad, Janinak is motorja van, nemrég még vitorlása is volt, tehát hogy, hogy tényleg így Isten megáldott bennünk hogy, hogy, vannak ilyen anyagi javaink, de hogy nem ezen múlik. Tehát a szívünkön múlik, és hogy, hogy, nem magamnak adom a dicsőséget ezért, meg nem az az értékem, amit elértem, mert például, hogyha ha egy vezető vagy egy munkahelyen, egy gyülekezetben, vagy, vagy bárhol, akkor már úgy elvárod, hogy vezetőként hallgassanak téged, de közben Istenhez nem tudsz így oda menni. Tehát, hogy Istenhez teljesen összetört szívvel kell menni, teljesen megalázkodva, és azt írja, hogy aki magát megalázza, azt felemeli. És aki úgy megy hozzá, hogy fönt van, az bizony lehet, hogy nem ott lesz nem sokára, tehát vagy pedig éli a saját életét, és futja a saját köreit akár 40 évig. És kizárja belőle az Isten. Igen. Túl vagytok már sok mindenen voltak fent is jó pillanatok voltak, mélyen is nagyon rossz pillanatok, és most rendbe jött minden. De nagyon fiatalok vagytok még. Készen álltok arra, hogy esetleg jönnek még mélypontok az életben? Hiszen a Róma 5000 ezzel foglalkozik, hogy örvendünk a háborúságoknak, mert hogy az békességes tűlés nemz a jövőre nézve. Hogy álltok Hozzá az ezen túl. Hát igen, Isten, akit szeret, azt megpróbálja, de ez a nem mindegy, hogyha tudod, hogy, tehát tudatosan tudod, hogy kiér harcolsz, és úgy mész a csatába felkészülve, akkor teljesen másképpen ér az, hogy valami támadás ér, és tudod, hogy miért, miért történik, nem pedig a, a saját egód miatt történik az a. Támadás, vagy a saját, nem tudom, olyan kapuk miatt, ami nyitva ami van. Úgyhogy biztos, hogy sőt, hát most is vannak támadásaink, viszont tudjuk, hogy ki, kivel harcolunk, kiért harcolunk, ki harcol bennünk, ugye, mert bennünk van ez a. Ez a fantasztikus dolog, az Isten a saját képmására teremtett, és az ő lehelete van bennünk, és ez, ez is annyira szép, és nem lennénk nélküle semmi, sőt, amiket az évek alatt így, így fölvettünk magunkra, akár üzleti szférába, akár keresztény, hogy fú, mi kik vagyunk, senkik. Tehát, hogy ezeket mind levesszük, és hogyha legbelül nincs ott Isten, akkor senkik vagyunk. Tehát, hogy a legbelül mindig ott kell legyen, és én személy szerint azért imádkozok a napjaimban, hogy mindig azt a szerepet, azt, a, azt az adottságot tudjam fölvenni, amit Isten éppen rám akar adni. És ne cipeljek fölösleges dolgokat, mert el fog fáradni. Tehát, hogy biztos, hogy lesznek olyan támadások, vagy olyan helyzetek, sőt a két-három napja is volt, de hogy már tudatos, és tudjuk, hogy a, a gonosz is e, nyilván e, lövi a, a dolgait, de hogy e, ne találjon be, e, vagy ha betalál, akkor egyből is tehez visszük. Boldog vagy ma? Nagyon. Szerintem én vagyok az világ legboldogabb nője lehet most, de tényleg, szóval, hogy te, megváltozott az életünk. Nem? És te ezek az emberek, akik <laughs> kicsit szeretnek kötözködni, hogy ja persze, ezt mondod, de közben meg... Valóságosan boldog vagy? Úgy igen, uh, nyilván nekem is vannak nehézségeim, hiszen anyukám, ez elég sokan tudják, hogy 9 éve ő átszheimeres, uh, ugye már hét éve nem ismer föl a saját anyukám. Tehát, hogy ezek a dolgok nehezek, de ez nem akadály annak, hogy boldog legyek, mert tudom azt, hogy, hogy Isten tud mindent, az ő kezébe van, és tudom azt, hogy neki is az élete mekkora bizonyság volt, és az egy dolog, hogy mi történik a testünkkel, de amíg már engem nem ismert föl, az igét mondta. Tehát tudom, hogy a szelleme az Istennél van. Innentől kezdve tök mindegy, mi történik velünk a Földön, hogyha mi egyszer döntöntünk Isten mellett, és mi csatlakoztunk hozzá a szellemünkkel, innentől kezdve ő él bennünk, és ez csak egy az lát, a látható. Tehát az, hogy, hogy ugye március 20-án ezt értük át Janival, hogy a láthatatlan dolgokban kezdtünk el hinni, és megvallottunk olyan dolgokat, ami, ami nem, nem, nem ott volt de mégis elkezdtük megvallani, hogy Istennek mi a terve, és Isten mit készített nekünk, és képzeld el, hogy ez volt az áttörés hogy már nem voltak láncok, de attól függetlenül neked kell átmenni a, a, falon. És a, pont előző nap láttam egy, egy filmet a berlini falról, hogy egy néni ott a keleti oldalon élte le az egész életét, szinte, vagy nem tudom hány élet, sokat, és nem hitte hogy elkezdték lebontani a falat, és pedig ott volt a, már a, a luk a falon, de, de, nem ment át, mert nem hitte el, hogy átmehet a másik fal. Mi is ilyenek vagyunk nagyon sokszor, hogy már annyira hozzászokunk egy, egy problémához, hogy nem látjuk azt, Közben, hogyha a másik oldalról néznénk, ugye a lelki gondozó, aki szolgált vagy nagyon sokszor használta azt a, azt a hasonlatot, ami nekem nagyon tetszett, hogy mindig csak néz, tehát nézőpont kérdése. Tehát ugyanazt a problémát, ha a a keresztje által nézem, hogy Isten már elvégezte, akkor teljesen más szempontból fogom látni, mint az én oldalamról, az én problémámról. Úgyhogy én Istennel szeretnék boldog lenni, most jelenleg tényleg, ha lehet ilyet mondani, hogy nagyon jó korszakunk van, de hiszem azt, hogy ugye nincs magassága az Istennek a szeretetének, és már ő ugye azt szeretné, hogy a Földön is ezt átéljük, legyen meg az akarata az életükben már itt, és hogy az ő szeretete túl csordulni, úgyhogy én ebben a szeretetben hiszek, hogy ezt a szeretetet kaptuk meg, nem a úgy úgymond, ami, ami véges volt sajnos. Értve uh, nem sajnos, mert most végre élő szeretet van bennünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik abban a cipőben járnak, amiből éppen kiléptetek, és mm. nagyon tanulságos lesz számukra az, amit tőled hallhattak, és külön örülök annak, hogy nőszájából hallhatják, mert hogy egészen másképpen vélekedik ugyanarról, megint a perspektíva egy férfi és egy nő, és hogy nőként megélted ezeket a mélységeket, és az úrba kapaszkodva bizony sikerült. Ez egy sikersztoria az Istennel, Lálam. és legyen más sikersztoria is, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást. És igen, legyen más siker története is ez, és foglaljon egyszer majd itt helyett, Mari helyén az, aki most éppen ebben jár, de az úrba kapaszkodva neki is sikerült. Mert hogy a reménység soha meg nem szégyenít, ahogy erről ma már szó volt, az Isten ígérete az igaz. Az Isten, ha ígér valamit, akkor az, a, a reménység az nem olyan, mint a világban, hogy reménykedek valamiben 50-50, vagy -50 sikerül, vagy nem, én megteszem, amit tudok, aztán ha szerencse majd a többit vagy mellé teszi, vagy nem. Ha az Isten ígér, akkor az út végén az ígéret tárgya az teljesen biztosan ott van. Ha a reménység soha meg nem szégyenít, a reménytelenség az, ami meg tud minket szégyeníteni. Az Isten igaz ígérő, és mindenkinek elrejtette a boldogságot. És ahogy a Mari mondta, a boldogság nem azt jelenti, hogy az élet problémamentes, hanem hogy a fókusz nem kerül le Istenről és az ő áldásairól. Kívánom, hogy élje így mindenki az életét. Kellemes hetet kívánok!